Méhek repkednek az egyik tolnai családi ház udvarán, ám a kaptáraktól néhány méterre található egy négy tagú család háza. Az ott élők azt állítják, zavarja őket a sok fullánkos állat, emiatt nem tudják használni a kertjüket. Attól félnek, hogy megcsípik őket vagy két kisgyermeküket a rovarok. Hát szóltunk az illetékesnek, a méhésznek, ő egyszer átjött, és ő bevallott, hogy az ő méhei. Ő erre azt tanácsolta nekem, hogy ne gyűjtsem az esővizet, emeljem meg a csatornámat, és a kutyák elő vegyem a nappal az itatóvizet. Héger Gábor párjával 3 évvel ezelőtt vásárolta meg az ingatlant, azóta sok pénzt költöttek a ház felújítására, ezért sem szeretnék eladni otthonukat. A család időközben ügyvédet fogadott, bíróságra vitték az ügyet, miután a jegyző sem tudta rendezni a helyzetet. Koller Zoltán szerint szelidek a méhei, ezért szívesen megmutatja őket. Értetlenül áll az ügy előtt, azt mondja, minden szabályt betart, és nem tudja elvinni máshova az 5 darab kaptárját, benne a több 10 000 méhét és több méhanyát. Gyakorlatilag nem tudom máshova vinni, az erdőbe van a telephelyem, ha kiviszem ezeket a kaptárakat, ott simán el fogják lopni. És ez anyanevelő telep van, hogy egy nap 3-4-szer is bele kell nyúlni a kaptárba, és az meg nem menne, hogy 10 kilométert utazom azért, hogy hozzányúljak a kaptárakhoz. Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke úgy véli, a méhésznek mindig törekednie kell a jó szomszédi viszonyra. Sokat segít például, ha itatókat helyez ki, így elkerülhető, hogy az állatok átjárjanak a szomszéd medencéjébe, állatok itatójába. A jogszabály azonban azt nem tartalmazza, mennyi méh családot tarthat egy méhész. Pontosan az nincs szabályozva, hogy zárt telkes vagy családi házas övezetben adott négyzetméter hány méh család építhető, az van szabályozva, a szomszéd telkétől például a 4 méter távolságot be kell tartani. Ha nem lehet betartani, akkor minimum 2 méter magas olyan tömör falat kell képezni. Ez lehet akár egy élő sövény is különben, vagy egy nádfonat, amely a méheket felrepülésre készíti. Előfordult, hogy az egyesület vezetése ment ki helyszíni szemlét tartani, és azt javasolták a méhésznek, máshova telepítse el az állatait, mert túl sok méhcsaládot tartott szűk helyen. Bros Péter tapasztalata szerint gyakran a szomszédok vitája valójában nem a méhekről szól, hanem egy korábbi konfliktusból ered, miként azt is sűrűn látja, hogy a vidéki élet velejáróival nem mindenki van tisztában, amikor családi házas közegbe költözik. Hogy a tolnai szomszédok vitája hogyan végződik, azt majd a bíróság dönti el.